Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez itt a vadonatúj sorozat, a Gitártöri, amiben megkértem a nagyon kedves barátomat, Attilát, a Vintage 52 vezérigazgatóját, tehát elég hiteles forrásunk van szerencsére, hogy hozzon nekünk hónapról holnapra egy-egy olyan gitárt, amit érdemes szerinte bemutatni. Na most szerintem, amit szerinte érdemes bemutatni, azt szerintem nagyon meg kéne nekünk is nézni. Nyilván ő lesz a szakember, ő fogja mondani a részleteket, én meg mint a borjú az új kapura bámulok, vagy hogy szokták ezt mondani, meg hát a végén, hogyha megengedi, akkor ki is próbálom a gitárt. Ezt a kis PV Classic fejet fogjuk használni, igaziból semmi nincsen rajta, egy nagyon pici reverb, gyakorlatilag egyenesen állnak a hangszínszabályzó potméterek, tiszta torzítót, csak hogy mégiscsak kapjunk egy kis ízelítőt abból, hogy ezek a különleges gitárok hogy szólnak. Attila, ja bocsánat. Ha tetszik a videó, ne felejtsetek el feliratkozni. Hogyha tehetitek, támogassátok a csatornámat a Patreon oldalamon, vagy itt a Super Like gombbal, és szerintem kezdjük is el. Attila, akkor nagyon szépen kérlek, hogy finoman vezesd elő, hogy milyen gitárt kapunk ma tőled. Igen, sziasztok! Igyekeztem olyan gitárokat válogatni, és neked is hoztam egy olyat. Próbálok mindig meglepni, de hát elsősorban a személyes... Engem nem lesz nehéz meglepni, mert nem sok gitárt. De egy személyes kedvencemet hoztam el nektek, yes. Illetve hát remélem, hogy ez mindenkinek tetszeni fog, ebből is egy különleges darabot, és hát hogy nehogy jól érezd magad, látom, hogy te inkább ilyen strató típusú igen, igen, vagy, igen. Ezért egy Les Paul-nal fogunk. Jaj, de nagy. Úgyhogy szerintem csuda lesz és boldogság. Vegyük is elő. Vedd elő szerintem, abszolút. Jó. Én már látom. Igen. Yes. Ez kérlek yes. Szépen. Mi ő? Hát ez egy Gibson Les Paul Standard. Ez egy 1959-re is, ebből is egy 50. évfordulós darab. Tehát akkor ez egy 2009-es. 2009-es hangszer, így van. És hát azon kívül, hogy ugye érte egy kis baleset a tekerő potméterét, ez egy szokásos Gibson betegség, de hát ez most már ezzel együtt fogunk élni. Hát ez egy elképesztő hangszer. Tartalmaz mindent, amit egy Les Paulnak tartalmaznia kell. Én azt gondolom, hogy ha valaki ismerkedik ilyen szinten mondjuk a gitárokkal, akkor ez egy jó kezdő lépés. Oké, ez mennyire különleges hangszer, most az árára gondolok, tehát hogy ez az a gitár, amit úgy bárki megvehet magának, vagy ez már pedig inkább egy másik kategória? Ez egy kicsit becsapós kérdés, de ez egy magas kategória. Magas árkategória, hogy ez egy limitált példányszámú darab is, ráadásul. Ja, hogy ebből majd készítetek X számú darabot 2009-ben, és akkor... Így van, és akkor az kész vége. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy különlegesebb darab, illetve még egy árulkodó jel van az, hogy hát a gyűjtők eléggé vadásszák. Igen? Igen. Tehát ez egy collector item. Na jó, akkor viszont mesélj nekünk arról, Léci, hogy mi volt olyan különleges az 1959-es Gibsonban, nekem ezek az évszámok egyébként, én mindig elmondom, hogy ez ugyanaz, tehát hogy az, hogy valami 64-es, vagy 67-es, vagy 50, tehát hogy én fogalmam sincs, mitől volt az 59-es annyira különleges, hogy 50 évvel később csinálni kellett belőle egy ilyen Reissue modellt? Egy picit máshonnan fogunk indítani. Okay. Pontosan azért, hogy lássuk. Maga a Gibson, mint jelenség, amikor megjelent, már az egy, hogy úgy mondjam, unikum volt, hogy a tömörtestű gitárt, ezt nagyon sokan leírták, és ennek mindenki utána tud nézni, de ugye a Leo Fender megelőzte őket. Igen, igen, ezt tudom. És akkor, amikor ezek a gitárok kijöttek, akkor képzeld el azt, hogy egy hatalmas űrbe kellett valahogy beletenyerelni. És az egyik bácsi beletenyerelt az egyik kezével, a másik bácsi meg a másik kezével. Yeah, tehát, ugye, hogyha összevetjük a két hangszert, ez... Tudod esetleg fejből, hogy mikor volt a Gibsonnak az első gitárja? Hát 52-ben, 51-52-ben. Ha jobban megnézzük mondjuk a te hangszeredet, azt hiszem szerintem a nézők közül elég sokan ismerik, yeah. Ugye ez egy Ibanez Blazer, az egy majdnem strat. Az abszolút, igen. De nézzük meg, hogy néz ki. Világos fából van, egyetlen egy darab fából, illetve bocsánat, egyfajta fából van a teste, csavarozott nyakú, a tiédnek pont jávorfogó lapja van, ez mondjuk egy viszonylag ritka
jelenség lenne a Les Paulok életében. Igen. A Gibsonoknál ugye mindig, nem mindig, bocsánat, de a jellemzően ugye a ragasztott nyakla, igen, egy mahagóni darab, általában mahagóni vagy jávor nyakkal, de 99,67%-ban fogólappal, igen, és akkor egy ráragasztott toppal, ezek általában jávortopok, illetve nagyon nagy részben jávortop, viszont a hangszedők is, illetve a magak a kezelőszervek is különböznek. Így van. Tehát, hogy sikerült annyira a két végletet összehozniuk, hogy gyakorlatilag minden, ami ezek után következett, az minden valaminek a kopia, vagy a keveréke, vagy a, így van. Bocsánat, csak egyébként itt most találtam érdekességet, hogy maga a Gibson cég 19. század végén Orwell Gibson mandolinokat kezdett készíteni Michiganben, és 1902-ben megalakult a Gibson, tehát hogy ez egy baromi régi. Nagyon régi. Cég. Sőt, 1922-ben mutatták be a Gibson F5-öt. Na most azt én nem, igen, tudom, hogy micsoda, de majd megpróbálom itt nézni. És később a Gibson L5-öt. Így van. 35-ben készült el az elismert Electric Spanish modell. Ez az ES. ES-150. Így van. Igen, és a 30-as évekre már félakusztikus gitárokat is készítettek. És akkor 1940-ben Les Paul kereste fel a céget, sokak által kisebb bizonytalan megjelenésű Tuskó becenevű elektromos, igen, gitárjával, és 52-ben a Fender Telecaster megjelenése után mégis úgy döntöttek, hogy együttműködnek a Les Paul-lal. Tehát, hogy magának a cégnek a története az nem az 50-es évekre nyúlik vissza, hanem már sokkal korábbanra, de az elektromos gitárok azok az 50-es évek elején. Újabb érdekes adat, hogy ugye ezeket a gitárokat hajlamosak, ugye a Vintage 52 név is ebből az 52-ből van, de hajlamosak ezt az emberek készpénznek venni. Bár egyébként maga az elektromos gitár története az még régebbre nyúlik vissza, hiszen ugye az ES szériában már létezett egy ilyen hatalmas, nagyméretű patkómágneses ügy, amit ugye a Charlie Christiannak a modelljébe tettek be. Azt onnan lehet megismerni, hogy három ilyen bazi nagyméretű csavar van a hangszedő mögött, az ott mind a mágnes tartja, aha, hogy ne szakadjon le. Tehát nem az elektromos gitárokkal, hanem a tömörtestű. Tömörtestű, gitárokkal. Oké, tehát akkor beszélgessünk most már konkrétan erről, mi volt az 59-ben, amit annyira újra kellett gyártani. Jó. Egy mondat erejéig, ugye, amikor a Les Paul megcsinálta a hangszert, ez csak egy kis történet, hogy a Les Paul maga a fáma szerint nem is látta a prototípusokat, hanem a Mary Ford mutatta meg neki az emeleten. Ki az a Mary Ford? Ő volt a felesége. Ja, jó, bocsánat. Les Paul és Mary Ford, ők voltak egy végtelen tehetséges zenész házaspár volt, és nem ment le a Les Paul, amikor hozták a prototípusokat, és az emeletről, az erkéről nézett le, és onnan mutatta neki a Mary Ford, hogy nézd, így fog kinézni. Mindegy is. És hát ugye nagyon-nagyon sok változat volt. Aha. Tehát itt majd ki fogunk térni, remélem, ugye ez egy Gibson Les Paul standard, de volt belőle custom, volt belőle egyéb még mindenféle dolgok, a színekkel variáltak, anyagokkal. Tehát itt is egy ilyen gazdasági ügy az mindenképpen volt belőle, gazdasági érdek az mindenképpen volt a fejlődés. Aha, aha. 58-ban viszont, és akkor menjünk erre a három évre, aki véletlenül nem követi ezt a dolgot, annak el kell, hogy mondjuk, hogy a mai gitározásnak a szent grájai... Amíg ezt elmondod, mert hát fogdassam már meg egy picit, de közben mondja nyugodtan, csak élvezem. 59-60-as évjáratú hangszer, és hát az a helyzet, hogy 58-ban olyan szinten állt össze, ezt most lehet csúnya szóval egy ilyen konstellációnak hívni, ami tényleg egy együttállás, hogy ugye 58-59-ben meg már teljesen még gyönyörűek is voltak a hangszerek, aha, de ott ilyen nyakak is változtak, tehát ez egy nagyon tipikus 50-es nyak, tehát ez jó. Nekünk való nagykéz. Hát mert... neked, igen, ez jó masszív nyak, így is széles, igen, így is széles. Így van. Emberes. De, hogy azt kell tudni, hogy az unikális hang, az is egy nagyon fontos dolog volt, de addigra érte el a fejlődés történet azt a csúcsot, hogy már jó anyagokból volt, aha, kidolgozott technológia, beletették a jó hangszerüket, jó elektronika volt benne, és borzasztó könnyen kezelhető hangszer volt. Éppen ezért manapság úgy néz ki, hogy mondjuk egy 61-es Les Paul, ami ugye egy SG formájú hangszer, az mondjuk ér
M forintot, az az N, ez egy viszonylag nagy szám, és akkor az 58 az ér mondjuk, mit tudom én, 6 N-et, és az 59 az mondjuk 18 N-et, tehát hogy körülbelül ez a... Ez egy 18 N-es? Ja nem, mert ez erre is, de, igen. Hát lehet, hogy egyébként most, hogyha utána számolok, akkor lehet, hogy 24 N. De hogy azért... Volt már olyan a kezedben? Ja, volt, igen. Jó, akkor te autentikusan meg tudod mondani, hogy mondjuk mi a különbség az eredet? Nem tudom. Nem tudod megmondani? Nem. Tehát ez annyira kell érteni, hogy az ahhoz képest azok az emberek, akik így szakemberként vannak ebben a világban benne, ez egy teljesen más szint. Tehát mi ezen a szinten, ahol mi beszélgetünk, ezen a szinten lehet, hogy valaki rám nyomja ezt a bélyeget, hogy szakértő vagyok, de azért ez egy nagyon-nagyon más szint. Ott, hogy megállapítani egy, mit tudom, egy pár százezer dolláros hangszerről, hogy például a hurlábja, vagy a hurlábbabák eredetieket. Aha. Akkor tudod, tehát ott azért ott sok-sok dollárocska elgurul, hogy... Igen. Mik voltak azok a fő paraméterek, mondjuk így a kulcsok, vagy a hangszedők, vagy a bármi olyan anyag, vagy konstrukcióbeli dolog, ami nagyon jellemző mondjuk az 59-esre szerinted, és utána már máshogy is volt, de ebben ilyen speckó. Most pont jól áll ez a hangszer, mert ugye a nézői látják, hogy ilyen iszonyú szép a teteje. Igen, ez ennek gyönyörű top. Ennek a gyönyörű topja van. Hogy ez véletlennek köszönhető, vagy egyáltalán így érkezett, de a lényeg az, hogy az 58-as hangszerek azok általában ilyen máshogy vágott lapos, tehát nem ennyire figurás a rajzolata, ezeket plain topnak hívják. És hát ugye az 59-esnél teljesedett ki, amikor már ugye ez az úgynevezett bookmatch, tehát ugye középen el van vágva, vagy szét van hajtva, illetve a nagy hangszedő, ugye ezek az eredeti PAF hangszedők, és hát mondom, tehát hogy minden olyan dolog 59-re összeállt össze, amitől ez egy ilyen iszonyú legendás dolog lett. Még itt mielőtt belementünk az egészbe, mondtad, hogy mindenféleképpen tisztáznunk kell egy dolgot, ami félreértéseket szokott szülni, hogy kinek van custom shop, meg nem tudom milyen gitárja. Igen, utaltam rá neked, hogy ezt érdemes, tehát ez egy Gibson Les Paul standard, itt nincs appelláta. Így, oké, okay, ezt értem. Igen, ennél van egy díszesebb változat, ami sokkal, hát szebb. Nemes egyszerűség. Oké, megpróbálva elképzelni. Ott a, bocsáss meg, ja, itt a bindingek nagyon mások, a testen is, a fejen is van, ugye ez egy ilyen Az a custom, így van. A customnak most a történetében nem fogunk teljesen belemenni, de hogyha baltával faragjuk az információt, akkor ugye az történt, hogy pont a Les Paulnak ugye voltak kívánságai. Szeretett volna egy teljesen mahagóni hangszert. Aha. És aztán akkor, amikor erre lehetőség nyílt, és már elég jól ment a standard, vagy gold top, vagy most már mindegy, hogy hívjuk, ezeknek az eladása, akkor csináltak neki egy díszes verziót teljes mahagóniból. Ez viszont megkapta a nagyobbik fejet, amire ráfértek a díszek, és gyönyörű ilyen, ezt a gyémánt alakú berakást igen. Kocka berakások vannak a nyakon, aha. És szóval, hogy egy ilyen nagyon-nagyon szép hangszerről van szó, így van, de ennek a neve az, hogy Gibson Les Paul Custom. Oké. Tehát van eddig a standard, meg eddig a custom. Így van. Amiről most beszéltünk, de emellett még van sok. Igen, persze, nyilván. Hogy tudjuk tisztázni. És ugye 1993-ban, én pontosan nem tudom, hogy miért, de majd egyszer utána nézünk, de hogy életre hívták azt a részét a Gibsonnak, ami egyedi hangszereket gyártott. Ez volt gondolom a custom shop. Ez a custom shop, így van. Aha. Na most ennek voltak különböző termékei. Voltak, amikor művészeknek csináltak, mondjuk az első, ha jól emlékszem, ilyen signature gitár volt a custom shopban, az a Joe Perry volt, ha esetleg ez, én úgy emlékszem, hogy így volt. Kérem, hogy a kommentben javítsanak, ha ez nem így volt. És a custom shop az egy teljesen külön szakága a Gibsonnak. Tehát egy pici gyárat, amiben
a jobb hangszerészeket, egy picit nagyobb odafigyelést igénylő, a sorozatgyártásban nem megvalósítható dolgokat elkezdték csinálni. Aha. Tehát ez olyan, mint egy ilyen kis garázsműhely, igen, csak igen, hát iszonyon felszerelt, és borzasztó pénzt voltak bele. Igen. Na most a furcsaság az, hogy a Custom Shop az egy ilyen, tehát az nem egy gitármárka, az a gitároknak a készítési helyét jelöli. Tehát akkor létezhet olyan, hogy Gibson Custom Custom Shop? Pontosan így van, erre akartam kitérni, hogy Gibson Les Paul Custom Custom Shop. Aha. Így van. Jó? Tehát ezt a Custom Shop által gyártott Gibson Les Paul Customot, azt így hívják. De durva. És hát a Gibsonnál azért tudni kell, hogy nagyon sok széria volt. És ezek közül a szériák közül, anélkül, hogy sok mindenbe belemennénk, ugye nagyon sokszor verték ők a mellüket, hogy amikor elkezdték újra gyártani a hangszereket, akkor hogy új gyerekek, ennél autentikusabb nincs. Aztán később megtanult a gitárt csinálni, már elektromos gitárt csinálni rendesen, és akkor rájöttek, hogy az már még autentikusabb, mint amit ők autentikusnak hívtak. Ugye itt az időrendi sorrendben pontosan arról volt szó, hogy amikor ők a Historic Collection-t kihozták, akkor ugye volt egy ilyen gyönyörű felfutás, hogy úristen, végre a régi hangszereket újban meg lehet venni, és ezt mondták, hogy gyerekek, ez atom jó. De aztán utána elővették a régi nagy művészeknek az 59-es Les Pauljait, akik akkor adták oda, hogyha ugyanolyat tudnak csinálni. Na most gitárt csinálni is egy nagy művészet, de ugyanolyat csinálni, mint ami már megvan, az tényleg nagy művészet. Úgyhogy ott kénytelnek voltak összeszedni magukat a Gibsonnál, illetve a Gibson Custom Shopnál, és elkezdték ezt a Collector's Choice nevű dolgot, ami ugye nagy művészeknek vagy híres gitároknak az a remake-je. Na most ezek után kiadták a True Historicot, és az tényleg valójában egy olyan gitár volt, aminél hát igazából egy 57-es Custom-nál már csak, vagy mondjuk egy True Historic 57 Custom-nál már csak az eredeti 1957-es volt autentikusabb, de hát ott már tényleg nagyon jól csinálták ezt. Én azt gondolnám egyébként, nekem mindig is fura volt ez, hogy tudod, ilyen régi gitármánia, nekem ilyen nincsen, de hogy én azt gondolnám, hogy amit 2009-ben gyártanak, a jobb szerszámokkal, a jobb technológiával, a nagyobb felkészültséggel, ami tapasztalat van mögöttük, annak jobbnak kell lennie, mint amit 59-ben gyártottak eredetileg. Igen. Tehát, hogyha a technika fejlődését, és mondjuk ezt egy fényképezőgép, vagy egy kamera esetében nézzük, vagy egy tablet. Igen. Ezeknél vannak fejlődések, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos mértékig van egyfajta visszafejlődés, és ugye itt sok mindennek köszönhető, annak, hogy például nincsenek olyan alapanyagok, aha, vannak dolgok, csak egyet mondok, amit gondolom a nézők tudnak, hogy például, ha jól emlékszem, akkor 2005 vagy 2009 között valamikor a világon megtiltották az ólomtartalmú forrasztóanyagoknak a használatát. Tehát az, ami úgynevezett RO3. És hol van ezen ólomtartalmú forrasztóanyag eredetileg? Ebben ólomtartalmú forrasztóanyag. Igen? Igen, ebben. De hol van az? Hát például a potmétereket azzal forrasztó. Na jó, és az beleszól a hangba? Tehát, hogy most igen. Ne hülyéskedj már velem. Hát nézd, ez is egyébként ez egy jó platform arra, hogy tisztázzuk, hogy mennyire szól bele mondjuk a kulcsoknak a súlya a hangba. Jó? A nézőket megnyugtatom, semmi felkavaró nem fog történni, de higgyük el azt, hogy beleszól az. Jó, persze, nyilván nem vitatkozom, csak hogy... Egy kérdés van csak, hogy hány százalékban szól bele. Tehát az, hogy milyen súlyú ez a kulcs, ez mondjuk 1,673 százalékban szól bele a hangba. A kérdés, hogy ezért mi hajlandó vagyunk-e mondjuk 11.776 dollár fizetni pluszban, érted? Tehát, hogy, világos. Na, világos. Tehát, hogy az is beleszámít tulajdonképpen, de hogy mondjuk az elsődleges kontaktpontok, hogy milyen anyagból vannak a bundok. Aha. Ugye ez viszont egy nagyon könnyen tetten érhető dolog, hiszen ha valakinek van egy normál, most hívjuk normál. Igen, igen. Ebből is sok fajta van, tehát ne kössünk bele ebbe, de mondjuk egy normálhoz közelítő bundú gitárja, és azt átbundozod stainless steelre, vagy rozsdamentes acélra,
teljesen meg fog változni a gitárod. Igen, más érzés rajta játszott. Nekem érzés. Más érzés, más hanem viszont... más hang is. Igen. Hát amikor nekem ez megtörténik, én a szólásbeli különbséget nem vettem észre, csak az, hogy más érzés egy ösztélesztivel játszott. Tehát, hogy én azt gondolom, egyébként sok vita van erről, hogyha ezt megépítenénk ugyanezt a gitárt mondjuk rétegelt lemezből, akkor mekkora lenne a különbség. Valószínűleg nem lenne annyira nagy különbség, mint amennyivel olcsóbban le lehetne gyártani, ettől függetlenül mondjuk a hangszedők sokkal többet számítanak. Nyilván. Igen. Jó, hát gyakorlatilag akkor összegezzük, 59-ben azért, vagy 2009-ben azért érte meg egy 50 éves hangszert lemásolni, mert akkor érte el az akkori technika azt a csúcspontot, amikor már olyan minőségű hangszereket tudtak gyártani, ami akkor nagyon jónak számított. Ha nem haragszol, csak egy azért, hogy tisztázzuk, és igen, abszolút, fogalmakkal legyünk tisztában, tehát nem a technológia, értem, a technológia már megvolt, aha, hanem egyszerűen akkor állt össze az a zenész kívánalmak, akkor még ugye a hangszerépítési dolgok, tehát igazából addigra lett az, hogy odaérkeztek. Ők egyébként nem vagyok benne biztos, hogy tudták, hogy 59-ben. Biztos, hogy nem tudták. Igen, szerintem. Hogy ők egy ilyen szent grált fognak alkotni. Márpedig egyébként bizonyos szempontból azt alkottak. Még csak annyit itt a Gibson történetéről, hogy van-e még bármi olyan mérföldkő azóta, az 59 óta, amire azt gondolod, vagy most van-e olyan gitárjuk, amire azt gondolod, hogy később ugyanilyen fontos lépcső lesz a márka történetében. Addig volt-e mondjuk 59-től 2009-ig volt-e bármi olyan, ami ilyen hasonló kaliberű volt, illetve hogy mostanában van-e nekik bármilyen? Különbözően 86,7 szinten tudok válaszolni az ügyre, mert ugyanis jó a kérdésed, de ha ekkora dobást kérdezel, igen, akkor szerintem nincsen. Nincsen. Az, hogy milyen lesz a jövőben, azt meg sajnos nem tudom megmondani, mert akkor állna belőle 20 a minden, és akkor jó. De hogy azért nekik voltak mindig mérföldkövei. Yeah, tehát azért, azért mondtam, hogy sok szinten lehet válaszolni, mert nem lehet elmenni mondjuk a jazzgitárok mellett, világos, nem lehet elmenni mondjuk a Flying V mellett, ami annak idején ugye 100 darabot legyártottak belőle, és azt mindenki, hát teliszájjal röhögött azon, igen, a formájú, igen, igen, gitáron. Igen. Ma meg gyakorlatilag ölik érte az emberek. Tehát, hogy a Gibson egy viszonylag innovatív gyár volt, még akkor is, hogyha be kell, hogy valljuk, hogy talán a Fenderék még innovatívabbak voltak, de ezt nem tudjuk megmondani. Én azt gondolom, hogy ekkora, tehát hogyha most erre a dologra gondolsz, ekkora szerintem nem volt. És nagyon-nagyon nehéz ezt túlszárnyalni, pontosan azért, mert ez abban az időben készült, ez akkor készült, ennek a gitárnak, hogy eleve jó gitár. Yeah. Ez itt lehet objektíve mondani, hogy ó, mégsem olyan jó, mint a nem, de ez olyan jó. Tehát, hogy de teljesen mindegy, mert ugye ízlésről nem vitatkozunk. Igen, igen, igen. De hogy vannak olyan bácsik, akik előszeretettel használták az 59-est, aha, vagy az 58-ast. És itt a Mark Knopfler-től, az Eric Claptonon keresztül, a Slash-en keresztül, a Joe Perry-n keresztül, mondjuk a Slash ebből a szempontból egy kicsit kilóg, de a Polkosoft-tól kezdve. És hát ugye a Gary Moore. Igen. Mindenkihez hozzánőtt a gitárja, de annyira senkihez, mint a Gary Moore-hoz. Most már ez nyilván csak egy ilyen kis extra, hogy azért nekem az utóbbi időben, az utóbbi mondjuk 10 évben volt a Gibsonnál egy ilyen lefelé szálló érzésem, hogy hangszerekkel kísérleteztek ugye ezzel az automata, elektromos, aha, és olyan dolgok voltak, amik szerintem így a Gibsonhoz, még hogyha ők egy nagyon ilyen proaktív cég, meg ilyen fejlődő szemléletet vallanak magukére, így valahogy nekem nem tudom, így nem volt annyira sikeres fejlesztés technológiailag az elmúlt pár évük. Nem tudom, hogy mondjuk így az utóbbi időszakból akkor tényleg lesz-e olyan 50 év múlva, amit érdemes lesz utógyártani. Nem tudjuk. Nem de tudjuk. Azért ezt is hadd javítsam ki. Tehát itt a Juszkiewicz érában, amikor... Ő volt a CEO. És a Juszkiewicznél ott voltak mindenféle fejlesztések, amiket nem kellett volna.
Most ne menjünk abba bele, hogy milyen cégeket vásárolt meg a Gibson teljesen fölöslegesen, és milyen hangszereket gyártott le teljesen fölöslegesen. Ezeknek nagy részét a Juszkiewicz érának a végével be is zúzták. Aha. Úgyhogy jól érzed, de az a helyzet, hogy azóta viszont van egy hatalmas méretű fejlődés. Ugye? Azt is érzem egy picit, igen. Igen. Tehát ezek a gitárok is nagyon-nagyon jók. Csak a furcsaság az velük, hogy azok az emberek, akik nem mi vagyunk, hanem mondjuk az Egyesült Államokban élnek, és ilyen kicsit nagyobb hatásuk van mondjuk a Gibsonra, mert gyűjtők, meg mit tudom én, ők sem tudták megakadályozni azt, hogy például a Juszkiewicz érában hozzányúljanak a Gibson standardhez. Tehát könyörgöm, a standard az azért az, mert az a standard. Igen. Na most, amikor már visszakérték az eredeti standardot, akkor egy más néven visszakapták a standardet, amit, szóval, hogy volt egyfajta katyvasz, és ez mind volt egy olyan magyarázata, hogy a Juszkiewicz elhatározta, hogy felnőtt az a generáció, és megöregedett az a generáció, aki még ki tudja fizetni. Ezért kikönnyítette a Les Paul-t, volt, hogy ez a Bellicatot csinált, kicsit szélesebbre vette, hogy az idősödő country zenészeknek is beférjen a Dirsli ujja az ámol dédúrra. Tehát, hogy voltak ilyen fejlesztések, amik alapvetően nem voltak rosszak, csak nem biztos, hogy például a standardet kellett volna csesztetni. Okay. Úgyhogy ennyi az ügy. Egyébként igazad van, de én híve vagyok annak, hogy annak is megvan a maga helye. Én azt gondolom, hogy most már dugjuk be, hallgassuk meg, hogy hogy szól, és elmondom, hogy milyen érzés rajta játszani. Úgyhogy, most így elsőre milyen egyébként? Hát a nyak az brutális. Tehát, hogy tényleg az nagyon izé, de na mindegy, bedugjuk, és akkor mesélek róla. Hajra. Na, hát bedugtuk, ugye róla szólunk, tiszta csatival kezdünk. Pengetőd van? Az a pick-up kiosztás, mondjuk el, hogyha itt vagyunk, akkor ő szól, első hangszögén, középen, akkor mind a kettő, itt pedig csak a hátsó. Csak a hátsó, pontosan így van. Jó, tehát igen, ez egy, nem is tudom milyen shape ez a nyak, ez D forma. Ez egy 50-es nyak, ennek a D változata. Igen, ezt érzem, hogy ez nem ilyen C, mert elég bumszli a kerekítés, itt meg hirtelen beesik. Ha nem haragszol, még egy újabb érdekes adat. Biztos, hogy nem haragszom. A Gibsonnak szokott lenni olyan, amikor elmondják, hogy ez egy vastag SG nyak. Az SG-n is ötfajta nyak volt. Az SG-n, nekem azért direkt inkább ilyen vékony így. Így van, tehát sok mindenkinek jelent mindent. A Gibson sokfajta nyakat gyártott, és hiába volt az 59-esnek ez a bumszli 50-es nyaka, mégiscsak volt belőle egy V1, V2, V3, tehát nem tudjuk kijelenteni azt, hogy te most játszottál ezen a gitáron, ez nem azt jelenti, hogy az összeset ismered. Jó? Hát azt gondoltam, igen, hát nyilván nem. Hát akkor nézzük egy tiszta szandot. Igen, én valamiért mindig úgy vagyok, ezt mindig elmondom már százezerszer, mindegy, hogy a rövid menzúrától én valamiért félek, mert hogy nem tudom, nem azt, de a Gibsonokban legalábbis a legtöbbször, amit fogtam, ez a minimális húrnyomás, hogy annyira közel van közel tud lenni a fogólaphoz, vagy a fogólaphoz a húr, hogy ez meg annyira könnyűvé teszi a játékot rajta, és itt is úgy van, hogy annyira brutálisan be van állítva az egész hangszer, hogy gyakorlatilag így. Igen, ez használatból van, ez a gitár kivéve, tehát... Hogy ez borzasztó jó. És hanyas húrok ezek amúgy? Ezek tízes húrok. Tízes húrok, igen. Gondolom, te 9-est használsz a hosszú gitárodon, és akkor igen, nagyjából, és most kiegyenlítünk. Nagyjából ugyanaz, de ez a húrnyomás, ez nagyon... meg szeretteti velem ezt az érzést. Képzeld el, bocsáss meg, ez volt a jazz hang. Igen, tehát ez volt, amit ők annak idején jazzel próbáltak
próbáltak. Ja. Hát ugye akkor még ez a hangszedő nem létezett, de maga az idea az ez volt, hogy első hangszedő a jazz. És akkor középső hangszedő volt a? Az a valami. Eltévedtem. Csukott szemben, ne játszatok új dolgokat. Vagy új gitárral. Csak szeretnélek figyelmeztetni, hogy hiába tologatod a tremolót, mert nincs. Igen, tudom, hát az már. Hát ez a hang, ez nekem olyan... Jó ez egyébként. Jó ez? Ez viszont a következő, hát az... bocsánat, nem a középső. Igen? Ezt nagyon könnyű effektezni. Aha. Tehát azért itt vannak különböző szempontok. Képzeld el ezt egy pici delay-jel, pici delay-jel, vagy egy nagyon klassz kórussal. Tehát hogy azért ez egy... Azért szóval nagyon puffat hangot effektezni, ez is sokkal nehezebb. Jó, az jogos, igen. És akkor jön a country. Hát pár csak tudnék country-t játszani. Nem baj. Nem egy őszavas műfaj. Nem, mint hogy a népzenét mondjuk tudnék játszani. Hát én szeretem ezt. Igen. Ez jó, ez igen, hát ez a két állás nekem, ez én el tudnék. Igen, el is vannak az emberek vele, tehát éveket leélnek el, igen. Nézzünk meg még egy overdrive dolgot. Remélem, hogy itt jobban fog élni a kis drága. Ez most a nyaki hangszedő. Ez is nagyon... Azért a hátsóra told át, és akkor... Én szeretem egyébként ezt is, és azért szeretem, mert az én gitáromon ugye itt van a pick-up váltó, és nem tudok nyaki állásba szólózni, mert beleakad a kezem, és egyből átkapcsolom középső állásra. Meg tudjuk neked oldani. Nem, hát azt már hagyom úgy. De hogy tök jó esik néha ilyen szandol játszani ilyen dolgokat, mert amúgy meg nem tudom. Hát igen. Hát ez egy olyan durva rockszand, ami mondjuk nekem hiányzik a gitáromból, akárhogy is humbucker van hátul. Ez. Szóval nem tudom, hogy a hallgatók mit fognak ebből hallani, remélem sokat, de én azt gondolom, hogy szerintem ez körülbelül olyan hang, amit mi most itt hallunk, ez olyan, hogy bármikor egy lemezre fel tudunk tenni. Most annyit csináljunk meg, hogy egy nagyon, ne kapcsolj semmit, annyit csinálj meg, hogy körülbelül az alsó potméterre úgy vegyél vissza belőle olyan 6-os, 7-es úgy. Igen? Ez ugye a hangerője ennek. Annak, igen. Még egy picit. Aha. El lehet játszani. Na hát, ezt egy kocsmába el tudnám menni blues játszani. Ha tudnék blues játszani. Vagy ha fizetnének. Igen.
Egyébként, akit ha megnézel, akik 59-esen játszanak, mind csesztetik állandóan a potit. Igen. Az azért van, mert ez a típusú bekötés, ez megengedi azt, hogy a hangerő potival való játékkal visszatisztítsd egy kicsit, igen, kapjál egy ilyen nagyon, olyan, mint a kompresszálnád az ügyet, de mégis, tehát maga az erősítő próbál dolgozni, de nem fog tudni, mert nem kap. Azt is észreveszem, hogy ez valamennyire az így hangszínben is abszolút húzza le a tetejét, tehát nem az van, hogy ilyen lineáris dolog ez, hanem itt azért van nagyon sok magas, és akkor itt meg jön egy ilyen puffadós. Igen, de ez egy olyan erősítő, ami egy picit más gén tartalmaz. Ott ugye, ott nagyon sokszor azt csinálják, hogy a 59-esen nem igazán érdemes 10-es-10-esen játszani. Uh-huh. 59-es Les Paulon érdemes inkább 8-as-8-ason kezdeni. Mármint a hangerővel, vagy 6-oson, 7-esen. És onnan lehet, amikor tényleg már a színpadon már az énekes pörgeti a izét, és mondjuk már a ródok is ugrálnak be a közönség közé, akkor fel lehet tenni 10-esre. De alapvetően egyébként ezzel a hangszerrel is meg kell tanulni bánni. Nem annyira egyszerű gitár, mint ahogy az ember látná. A Les Paulok közül azok a gitárok, amik... És nézd meg Zach Wilde-ot, aki nem jó hozzá a hangerőpotihoz, vagy csak nagyon ritkán. Ugye neki úgy van pont kitalálva, az egy céleszköz, ott ugye az aktív EMG-kkel borzalmas EMG hang van, de hát zseni az űrge, viszont ott nincs az a fajta finomság, hogy visszaveszed és letisztítod. Világos. Ugye azoknál, akik meg mondom pont a Gary Moore-t érdemes megnézni, minden dalba vagy 15-ször hozzányúl és korrigál. Tehát az nem egy kényszeres mozgás, hanem ő azt hallja, hogy hú, ide egy picit sok a gén, ott meg egy picit kevés. Tekerni, amikor megszállni a zenekart, a dobos. Yesterday. Atti, hát ez brutális volt, srácok. 59-es Reissue. Anniversary. Standard Anniversary. Nem tudom, milyen jelzők vannak még. Brutális jó hangszer. Atti, nagyon szépen köszönöm, hogy elhoztad ezt a gitárt, meg hogy elmesélted gyakorlatilag az egész márka történetét. Azért nem. Tehát jó, ez most hát, Baltával falat. Igen. De én nagyon sok mindent megtudtam, amit például eddig nem tudtam a Gibsonokról, mert hogy ezekről a típusú Gibsonokról. Srácok, ez lett volna az első gitártöri. Nagyon szépen köszönöm, hogyha megnéztétek a videót. Köszönöm Attilának, meg hát a Vintage 52-ösöknek, hogy ilyen faszán, ha létezik ez a szó, megcsinálták ezt a hangszert, és be van állítva, és minden tökéletes. Csak annyi, hogy át lesz húrozva, mert ez használatból vettük ki ezt a hangszert, tehát ez nem vitrin gitár. Gyerekek! Ettől függetlenül valami jó érzés volt rajta játszani. Köszi szépen, hogyha itt voltatok, köszi szépen, hogyha követitek a csatornát, menjetek a Vintage 52-ben nézelődni a csodálatosabb régi hangszereket, meg szerintem Attila ott is nagyon szívesen elmesél nektek mindent, hogyha bent találjátok, amikor éppen van ideje. Úgyhogy folytatjuk szerintem ezt a sorozatot. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a következő gityó. Köszi szépen mindenkinek. Sziasztok! Yesterday! Figyelj! Szerintem jó volt.